Sziasztok, te szimszoló részt vagyok, ez pedig itt egy újabb speed build, méghozzá a Szezbaba kihívást lezáró három speed build sorozat harmadik és egyben utolsó videójával érkeztem. Ez pedig naspolyái lesz, ahogy már említettem korábban sokszor, úgyhogy valószínűleg nem túl nagy meglepetés nektek, és bevallom, ez volt a legnehezebb speedbuildem a három közül, ugyanis amikor kiköltöztettem Szilvát és naspaját a háztartásunkból, akkor egyenlő arányban részesítettem őket a kis anyagi javakból, úgyhogy ugyanakkor a büdzsével indult Célva is, és Naspoja is. Viszont egy kicsit más történetet szántam nekik, úgyhogy egy picit gyurmázni kellett Naspojának a sztoriát ahhoz, hogy megállja a helyét, és már is el fogom mondani, hogy mire jutottam, de mint látjátok, ez egy alapházikó volt Brightchesterben, az egyetemes kieggel érkezett, és eredetileg három szintes volt ez a ház, na most három szintet nem igazán tudtunk volna berendezni, abból a 45 vagy 40 ezer szimulomból, amit naspajának szántam, mert nem emlékszem, hogy mi volt a kiindulási tőke, de valószínűleg láttátok a speed build elején, hogy hogyan állunk, abban mondjuk benne van a háznak is az ára, szóval azt vegyétek figyelembe minden esetre. Tudtam már az elején, hogy három emeletet kizárt, hogy berendezek ennyi összegből, de úgy gondoltam, hogy két emelet még működhet. Legalábbis működnie kéne, de erősen túlbecsültem magamat, a képességeimet és a szimóleonok -ok számát igazából. Inkább azt mondanám, hogy a szimóleonok -ok számát becsültem túl, vagy azoknak az értékét, ugyanis nem. Ennyi pénzből nem lehet berendezni két emeletet, és erre nagyon-nagyon hamar rájöttem, még itt a szobánál. Elég naív voltam, de aztán, amikor a nappalira, meg a konyhára került a sor, akkor sajnos kénytelen voltam felébredni, illetve lehet, hogy már a többi szobánál, már nem emlékszem, hogy milyen sorban vagy hát sorrendben történt bennem ez a felismerés, de a lényeg az, hogy kénytelen voltam egy kicsit storyt váltani, és az volt a kiindulási alapom, hogy ez elköltözött otthonról, mint emlékezhettek a kihívásból. Szilva befejezte az egyetemet, úgyhogy ő szabad volt, ő mehetett, amerre látott, viszont Naspolyának még egy fél éve hátra volt az egyetem gonoszkodó szakából. Még három tárgyat kell teljesítenünk annak érdekében, hogy megkapjuk a diplománkat. És hát úgy gondoltam, hogy ennek megfelelően érdemes az egyetemi városba költözni, mert talán a zavarta az otthoni környezet, messze volt az egyetem, sokat kellett ingáznia, ott volt a család, nem tudott teljesen kiteljesedni, ugye azt is tudni kell róla, hogy bukott azért pár tantárgyat időközben. Úgyhogy mindenképpen ezt a települést kellett választanom. De Naspaja, amikor elérkezett ebbe a városba, szembesült azzal, hogy milyen ingatlan árak is vannak, és azzal is szembesült, hogy mekkora a verseny az albérletek iránt, és nem talált semmilyen kollégiumi szabad helyet, egyszerűen lekésett minden lehetőségről, nem volt semmi, amit kis pénzből meg tudott volna oldani, úgyhogy úgy döntött, rendkívül ravasz módon, hogy ő vesz egy házat, és kiadja maga körül a szobákat, igen, nem, de hát a házak is elég drágák voltak, úgyhogy megvásárolta ezt az épületet, amit itt láttok, talán egy kis hitelt is vált föl, ez természetesen nincs benne a családi eszköztárba, vagy a családi kasszában, szóval ez nem mutatkozik meg a videóban és a házértékében értékében, szóval technikailag nem csaltam pénzt, nem vett fel hitelt, de a sztori szempontjából mondhatjuk azt, hogy maga az épület hitelből lett vásárolva, és a pénze erre a berendezésre volt elég. Minden esetre üresen vásárolta, és rájött, hogy elég nehéz erre felé egy teljesen funkcionáló házat berendezni, főleg úgy, hogy át kellett alakítani egy-két dolgot a fürdőszobákban, hiszen arra jutott ugye, hogy kiadja maga körül a szobákat, és rájött, hogyha nagyon sok embernek adja ki, az nagyon nagy befolyt összeget jelent, Viszont a nagyon sok embernek nagyon sok fürdőszobára lenne szüksége, hogy megállja a helyét ez a ház az ingatlanpiaci versenyben. Itt Brightchesterben, szóval egy ilyen kicsit kollégiumi felosztást hozott létre a házban, ez azért sok pénzbe került, egy ilyen régi ház felújítása, ugye nem két forint. Aztán rájött, hogy erre elment az összes pénze, és hát a berendezésre nem igen maradt, úgyhogy nagyjából üresen adta ki a házat, egy-két ilyen összetákolt bútor van benne, a többit pedig a sztorim szerint az itt lakó szímek hozták magukkal, és ugye azt kell tudni Naspajáról, hogy ő egyébként az Agnes Krampa Batemos szárkóban tolja, Mondanám, hogy így született, de technikailag, amikor tínédzser lett, akkor került rá ez az öltözék. A játék választotta is szerintem nagyon vicces volt, úgyhogy megtartottuk és mentünk ezzel a narratívával tovább, szóval aki esetleg nem nézi a sorozatot, annak ez egy fontos infó lehet most, hogy ő egy Agnes Krampa jellegű karakter, és egyébként teljesen kapóra jön, hogy udvarias és gonosz. Karakter. Tehát, hogy teljesen véletlenül ezeket sikerült randomizálni neki, úgyhogy ő Agnes betem és kész. Ez az Agnes betem origin story. <laughs> Még akkor is, hogy a a neve nem stimmel. Minden esetre ez tényleg az eredet sztoria, mert utál emberekkel együtt lakni, ő egy gonosz szín és alapvetően le akarta húzni az itt lakó szímeket, tehát nem is akart különösebben sok pénzt fektetni a közös területekbe és az ő saját területeikbe, hanem inkább csak a saját szobájára fókuszált, még az sem tökéletes természetesen, de az, amibe ölni inkább a pénzt, a befajt összegeket, nem pedig felújításba a többieknek. Minden esetre ez egy nagyon lehúzós ház, és nem könnyíti meg az itt lakók életét. Nem tudom, hogy ebben a videóban fog-e szerepelni róla a screenshot, de játszottam vele egy kicsit, úgyhogy vannak screenshotjaim az itteni életéről, és ezek majd belekerülnek az összefoglaló videóba, a Százbaba kihívást lezáró összefoglaló videóba, szóval majd ott egy kicsit még mesélek Naspojáról remélhetőleg, és arról, hogy mit csinál, de az a lényeg, hogy ami kiváltotta belőle a végső Agnes Krampel betömséget, az a lakotási viszony volt. Ő nem tud más emberekkel együtt lakni. A százbaba kihívásban azt hitte, hogy nehéz dolga van, és hogy, hogy alig várta, hogy kiszabaduljon onnan. Ez nem volt annyira értelmes magyar mondat. Nem is tudom, hogy kimaxoltam-e ezzel az egy mondatban mondható hogyok számát, de valószínűleg igen. Minden esetre a lényeg, hogy szabadulni akart otthonról, nem bírta a zajt, és úgy gondolta, ugye, hogy ez a környezetváltozás majd segít az egyetemi tanulmányaimban, mert egy kicsit kevesebb zsivaj lesz, nem fogják nyagatni stb. stb. Majd amikor itt rász, mert az ingatlanárakra is és kiadta maga körül a szobákat, rájött, hogy sokkal rosszabb dolga van itt, mint otthon, hiszen itt teljesen idegenekkel kell együtt laknia nincs semmi beleszólása, még annak ellenére sem, hogy tulaj, abba, hogy mi történik a saját szobáikban a szimeknek, hogy mondjuk hegedülnek, vagy partiznak, ugye elhelyeztem egy csomó ilyen keget, meg pingpongasztalt, meg ilyesmit, amivel játszhatnak az itt lakó szimek, szóval arra jött rá, hogy sokkal, sokkal nagyobb, hát ilyen idegesítő forrás, az, hogyha az embernek lakótársai vannak. És sokkal kevésbé kooperatívak, és sokkal kevésbé vannak tekintettel arra, hogy neki esetleg tanulnia kell. Akár gondolhatjuk azt is, hogy ide gólyák költöztek, akik még nem igazán foglalkoznak azzal, hogy vajon egyenesben elvégzik az egyetemet, vagy buknak párszor, és hasonlók. Még azt sem tudják, hogy itt akarnak-e maradni egyáltalán. Minden esetre tudom, hogy kisporolhattam volna egy modern háznak is az árát ebből az összegből, hiszen egész sokat költöttem ilyen dekorelemekre, bár annyira nem, de nem mindenhol a legolcsóbb variációt választottam, egyszerűen azt választottam, ami illik az általam elképzelt sémában, ami a le lepukkantságot illeti. Üm, és nem tudom, hogy mi volt az előző gondolat, és befejeztem el is olyasmi, amit hozzáadhatok akár a Simpsonology bingóhoz, vagy ivós játékhoz, mert minden videóban legalább egyszer eszem, vagy nem eszembe jut, hanem előfordul az, hogy megakadok és felhívom a figyelmet arra, hogy fogalmam sincs, hogy hogyan kezdtem el az adott gondolatmenetet. Minden esetre remélem, hogy nem maradt egy befejezetlen gondolat sem ebben a kis csacsogásban. Na de hamarosan érkeznek a screenshotok, és nem mellékeltem most alaprajzi képet, ami elnézést kérek. Természetesen az összes ház elérhető lesz a galériában. Sajnos még nem töltöttem fel az előző kettőt, de amint befejeztem ezt a voiceover-t, megyek is és pótolom a lemaradást. Ú, azt akartam említeni, hogy még automatát is vett, hogy ezen is nyerészkedjem. Így a többi szímen. Ami szerintem egy nagyon aranyos részlet. Vagy hát nem aranyos, de olyan tök jó részlet. Minden esetre, <laughs> a között láthattátok már, hogy um, volt egy kis balszerencsénk a tűz és nagyjából 10 percet játszottam naspolyával, annál semmiképpen sem többet, de három tűzeset volt ebben a házban annyi idő alatt elképesztő. Mostanában nagyon gyakran hódít a tűz a telkeimen, szóval lehet, hogy valami frissítés során megváltozott a valószínűség a tűzgyulladásnak. Minden esetre. Remélem tetszett nektek ez a videó. Tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók. Sziasztok!